olyan csatornákat nyit meg az egyéni tudattalamban, amelyekről magad sem tudtál. Magad sem tudtál, magad sem láttál le egy nagyon-nagyon mély kútnak a legaljára. Vagy a nagyon-nagyon mély kútnak a legmélyén már nem tudod, hogy amit látsz, azt látod, vagy képzeled, vagy azt a tudatod projektálja. Annyira mély és annyira sötét, ahova lenézel. Valamit megnyitott. Valamit egészen biztosan megnyitott a Thom Yorke-nak a fájdalma által ez a fajta érzékelés. Hát valami borzalmas, tudattalan mélység átdereng ezeken a dalokon. Ami nekem erről eszembe jut, elmiatt a szám miatt mondtam azt, hogy ez nem popzene. Tehát itt azt mondták, mi megcsináljuk magunkat, mi ilyen dobot akarunk, és mi erre lírait fogunk énekelni, és ez nekünk ez így állt össze, és menjetek a picsába, ha nektek ez nem tetszik. És ez tisztelendő. A másik, ami lehet, hogy én nem vagyok egy Britpop követő, és lehet, hogy az egész műfaj ellátja ezt a szerepet, de úgy tűnik, hogy a Radiohead az, ami egy ilyen 20 éven át tartó hiddal átmenti a dallamos énekeket a mai zenék világába, hogy senki ne felejtse el, hogy ilyen van. Tehát ez a csávó mer énekelni, mer fejhangon énekelni, mer 15 különböző hangot tenni egyetlen egy zenébe, ahogy a Kovács Ákos a do, ré, mi, ré, do, mi, ré, mi, do, mi, lá, mi, ré, do, mi. Halál unalmasan lépeget, bazd meg, mintha egy ilyen szemellenzőbe énekelne bele. Függetlenül a szövegvilágtól, meg a zenétől, mindent, halál unalmas énekdallamok. És ez, azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel az elektronikával együtt, meg a gitározással együtt, több, mint ezek a Britpop témák. Egyébként a Hurts-öt akartam mondani, hogy ezek nélkül, zenei dolgok nélkül csak annyi lenne. Sokkal több, lényegesen több, lényegesen több. Az az igazság, hogy ők Britpop zenekarként indultak, és aztán a brit előtagot, meg a pop jelzőt is elvesztették. Tehát, hogy így szerintem Britpopból ők ilyen alter rock lettek. De ők, mint alter rock zenekar, gyakorlatilag az ezredfordulónak jelentik azt, amit a 90-es években a Pink Floyd. De annyival mélyebbre mennek, mint a Pink Floyd. Tehát a Pink Floyd szeretett volna, vagy próbált volna ilyen őszintén, ilyen töredelmesen, ilyen nyomorúságos lenni. Tehát, hogy ott volt egy, a Pink Floydnál az én számomra mindig is volt egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon hiteles, hideg szembenézés azzal, amilyen vagyok és azzal, amilyen voltam. Itt pedig a lehanyatlással együtt járó fájdalom és szégyen és a kudarc feletti keserűség. És ez az egész olyan mély rezgésszám, érzelmi rezgésszámon zajlik, hogy gyakorlatilag akadálytalanul folyik át a te lelkedbe. És valamit mozgósít belül, ami benned is ott van. Egyszerűen a nagy találmánya a Thom Yorke-nak így az volt, hogy az első száma, ugye az első nagy slágere az volt, hogy Creep. Erre emlékeztek. Ez azt jelenti, hogy Creepy. Creepy. Én egy kripli vagyok. Ez volt a szám. Arról szólt, hogy egy ilyen szerencsétlen vagyok, és így is semmi önbizalma, és a világ nyomorultja vagyok. És sosem volt, a rock and roll előadó sosem merészkedett ilyen mélyre. És ezt így azonnal zaválták a népet. Így azonnal érezték, és azonnal mindenki megérezte, de főleg a Thom Yorke, hogy hoppá, itt van egy srác, aki így nem szégyelleni magát. Vagy nem szégyel így a gyengeségeit föltárni. És tulajdonképpen ebből épített egy katedrálist a Radiohead, olyan mértékben, hogy van egy olyan pont, ahol már ezt akár túl is lépi, vagy át is lép rajta, és aztán visszatér vele bármikor. Tehát olyan szinten birtokolja, hogy ma már megengedheti azt is, hogy megmutassa, hogy milyen a rock and roll a 21. században. A 20. századból leginkább még a 21. század első évtizedéből még így az R.E.M. hasonlít a legjobban erre, amit hallani fogtok.
Most itt tart a Radiohead, amikor nem szaggatja fel a tudattalant, az egyéni tudattalant, hanem... Belecsúsztál azért. Hanem személy szerint egy kibaszottul ütős rock számot akar, vagy próbál előadni. Tehát, hogy így, majd figyeljétek meg, a számban lesz egy pillanat, amikor a Thom Yorke hangszint vált. A számon belül hangszint vált. Annyira különleges pillanat lesz, és a számnak az intenzitását így a másfélszeresére emeli, pusztán ezzel az egyetlen elemmel, vagy ezzel az egyetlen novumban a számon belül. Majd csak figyeljétek, ez az a szám szerintem, ami a 21. században a rockzene.